Kedves nézőink! Önök a Metronóm Plus című magazin műsorunkat látják. Mai adásunkban a Tankovics Jazz Trióval fogunk megismerkedni. Tartsanak velünk! Vendégünk Tankovics Ádám, a zenekar egyik tagja. Ádám, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Mikor alakult a zenekar, és hány tagból áll? Hát hárman vagyunk. Maga a zenekar egy olyan másfél éve létezik, így ebben a formában, de a tagokkal külön-külön zenéltem már többször is. Milyen stílust képviseltek ti? Leginkább jazz, de játszunk ilyen könnyű zenének mondható dolgokat is, de a fővonal az a jazz. És ti írjátok a dalokat, illetve te írod, vagy pedig inkább feldolgozásokat játszotok? Javarészt feldolgozások fordulnak elő, közismertebb jazz standardek, de saját szerzemények is vannak a repertoáron. Úgy hallottam, hogy nemrégiben külföldön is felléptetek. Milyen apropóból történt ez a fellépés? Litvániában, Vilniusban a helyi tanárképző egyetem hívott minket, és ennek elegettéve mentünk egyetlen koncert erejéig. Mennyi időt játszottatok ott? Tudjam, valamivel több, mint egy órát. És hány napot töltöttetek Litvániában? Tisztán, amit kint voltunk, az körülbelül 2 nap volt, de így oda-vissza úttal együtt 4-re sikerült. Felépés mellett városnézésre is volt időtök, igaz? Igen, hát elég szoros volt a haditerv, de azért sikerült az óvárost megnéznünk, és gyönyörű. Azt hiszem, hogy képeket is lehet majd megnézni a weboldalon.
nézzünk most meg egy részletet a koncertből. Milyen fogadtatásotok volt odakint? Úgy vettem észre, hogy nagyon örültek nekünk. Tényleg a diákok is és a tanárok is rendkívül kedvesek voltak, és a koncert alatt is azt láttam, hogy élvezik a zenét. Te tulajdonképpen a főiskolánkat képviseltétek akkor odakint, mondhatjuk? Igen, így van. Mikor láthatunk titeket legközelebb és hol? A közelebbi tervekről még azért nem tudok nyilatkozni, mert most értünk haza, most így rengeteg minden van, ugye fél év vége, meg ilyesmi, de a távolabbi tervek azok mindenképpen ugyanígy főiskolai koncertek, illetve még ha lehet, akkor külföldi utak. Lemezkiadását nem tervezitek? Hát nem tudom, még ez is a jövő zenéje. Tervbe van véve, de azért még addig rengeteget kell dolgoznunk. Sok sikert kívánok nektek, és örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Kedves nézőink, Önök a Metronóm Plus című magazin műsorunk második adását láttak. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra! Thank you.